egészségünkre. Kedves nézőink, egy pár adás óta az apiterápiával foglalkozunk, azaz a méhkaptár termékeivel. És hogy milyen szerencsék van nekünk, van egy apiterapeutánk, aki nem más, mint Éliás Tibor természetgyógyász. Tibor, mi lesz a mai témánk? Hát, hogyha a múlt adásban a propoliszról beszéltünk, amit úgy szoktak mondani, hogy az apiterápia királya, akkor beszélünk most a királynőről, a mépempőről, angolul azt mondják, hogy royal jelly, és valóban a mépempő az egy annyira különleges dolog, hogy végül is nagyon régóta, tehát több száz éve kutatják, hogy mire is jó a mépempő, és a mai napig van 5% olyan anyag, amit vizsgálnak, de nem tudják megmondani, hogy mi az. A tudósok. Az alkotó elemeiből. Nem azt mondom, hogy új sejtek, nem azt mondom, hogy új anyagok, stb. De az az 5%, az a mai napig nem tudni, hogy mit szolgál. Én meg nagyképpen azt merem mondani, azt szolgálja, hogy mi a fene okozza azt, hogy ez a mépempő annyi mindent tud, hogy tényleg szinte fel se fogható. Hát múltkor a propoliszról már tényleg nagyon sokat beszéltem, és ott is csak a felét tudtam elmondani, mert az adásidő kevés, és én már mondom azt, hogy elnézést kérek, de nem fogok tudni megint a végére kerülni, mert vagy el lehet intézni azzal, hogy tényleg mindenre jó. Tehát egyszerűen szedni kellene, mert olyan csodákra képes, amit a tudomány mai állása szerint nem tudnak előállítani, és bebizonyítani, hogy azok, az az 5%-at, a hatanyagok 5%-a mi csoda. Hát akkor kezdjük onnan, hogy egyáltalán mi az, hogy mépempő? A mépempő az nem más, mint a dajka méhek garatváladéka, amely gyakorlatilag többféle célt szolgál. Mindenek előtt a lárvák, peték lárvák gyakorlatilag kibontakozásuk előtt utolsó 3 napjában kapják. Se előtte, se utána többet nem. De 3 napig kapják a mépempőt. És tessék csodát hallani. 3 nap alatt az a pirinyó kis dolog, ami a hadsejtű kaptár fészekben benne van, 250 szeresére növekszik. Micsoda tápanyag? Hogy? Hát viccesen mondhatjuk azt, hogy egy csecsemő tápanyag? Hát gyakorlatilag ott egy csecsemő tápanyag, de mindjárt mondom tovább. Jó. Ugyanez a pete, amiből ugye ki kell a dolgozó méh, mert most arról beszéltem, hogy az átlagos méhecske 250 szeresére nő 3 nap alatt. Ugyanez a pete sejtből születik meg a királynő is. Hogyan? Úgy, hogy a dajka méhek úgy döntöttek, hogy már öreg a régi királynő, és újat kell létrehozni. Ugyanolyan egyforma peték vannak lerakva. Egyikre azt mondják, hogy ebből lesz az. És onnantól kezdve az a pete csak mépempőt kap, az első pillanattól a haláláig mépempőt eszik. Így aztán ez a mépempőből felnevelkedett egyed, a királynő, gyakorlatilag hát a normális, átlagos dolgozó méh néhány hetes élettartama helyett 5-6 esetek, egyes esetekben 7 évet is él. Micsoda különbség? Tetszik látni, hogy mit esznek? Csak a legjobbat adják a királynőnek, és ezért ő ugyanabból a gyerekből, amit ön szül 6 gyereket, de csak egy kapja ezt a finomságot, abból egészen más lesz. Hát akkor miért nem adunk mindenkinek egyformán? Ön például miért nem eszi? Azért, hogy jobb, egészségesebb, hosszabb életet éljen. Tudnék, annyiféle megmagyarázhatatlan dolgot csinál a mépempő, hogy végig mondhatnám az orvostudomány szinte minden ágát, hogy hova lehet alkalmazni. Ha azt mondom, hogy a mai orvostudomány előszeretettel használja ma már a mépempőt, persze a propoliszt is módjával,
különösen az idegrendszeri problémákra. Hogy egy pici humort is vigyek be a dologba, húsvét előtti héten felhív egy kedves hölgy, nem mondom honnan, és azt mondja, hogy kér 5 doboz mépempőt. Mondom, viszont eladónak tetszik lenni? Azt mondja, nem, csak a családom összefogott, és mindenki egy-egy dobozzal ad nekem ajándékba. Mondom, miért? Azt mondja, mert én nagyon ideges voltam, és bipoláris, depressziós, és néha ütöttem, vágtam, néha meg magamba fordultam vissza, és nagyon elégük volt a családnak nekem, és valaki ajánlott engem, hogy jöjjön el hozzám. Hát persze, akkor már rájöttem, hogy kiről és miről van szó. És képzeljék el, az első doboz hatására, egy doboz hatására a hölgy lecsendesedett. Kedves volt, barátkozó, beszélgető, és a családnak ez annyira tetszett, hogy azt mondták, hogy tudod mit? A legjobb ajándék neked húsvétra, mindenki ad neked egy dobozzal, hogy még sokáig ilyen legyél nekünk. Mert valóban azt kezdtem mondani, hogy az idegrendszerre óriási hatása van. Az előbb elmondtam, hogy a bipoláris depresszió nagyon sok az elmúlt 25 évben, amióta én a méhkaptár termékeit alkalmazom, mint apiterapeuta. Fiatal és idős emberek, hát legalább 30-at tudok mondani, akik olyan állapotban voltak, hogy zárt osztályra kerültek. A szó szoros értelemben. De volt olyan is, akinek azért került egy elfekvőbe, mert nem tudott már magával mit kezdeni, tehát szinte le kellett volna kötözni. És az orvos lánya hallott egy előadásomat Kecskeméten, ahol elmondtam, hogy milyen nagyszerű dolgokat tapasztaltunk már akkor is. És oda jött hozzám, és azt mondja, Tibor, ez valóság? Mondom, bármit ellenőrizhet, ez mind valóság, amit mondok. Kipróbálnám. Elvitte az anyukájának, 3x1-et szedett, általában az ilyen esetekben 3x1, 4x1 a napi adag, és gyakorlatilag 6-7 hónap múlva addig is javult, de 6-7 hónap múlva egy ilyen robbanásszerű dolog történt nála, elkezdett gondolkodni, és beszédet folytatni az őt ellátókkal, hogy most már én értem, hogy miért voltam eddig itt, de én erre már nem, tehát szinte tudományos magyarázatot. Jött a lánya, elmondták neki, hogy mi történt, beszélgetett az anyukájával, anya, te meggyógyultál, és ment haza az elfekvőből. Szóval ezért mondom, hogy a mépempő az én általam ismert összes gyógynövény és az összes természetes technológia között a csúcs, a királynő. Egyébként 2007-ben írtam ezt a kis könyvet, apiterápia a gyakorlatban, és hogy még népszerűbb legyen, azt írtam, mézes könyv. Sajnos már sehol nem lehet megszerezni, talán a könyvesbolt, illetve az antikváriumban, vagy a könyvtárakban, ha kezükbe kerül ez a röpke kis tanulmány, disszertáció, olvassák el és adják kölcsön mindenkinek, mert nagyon-nagyon fontos információk vannak benne. Akkor szerintem ismerkedjünk a mépempővel tudományos alapon, kérlek kezd el ismertetni. Na most pontosan azért, mert nagyon rövid az idő, én inkább egy-egy slágvortban, egy-egy szóban elmondom, hogy mit is tartalmaz a mépempő. Tehát gyakorlatilag az elején elmondtam, hogy ez a fejlődő méh álca tulajdonképpen, amikor még nem fejlődött ki teljesen a méhecske, de már a közelében van, akkor 3 napig ugye a mépempőt kapja csak, és 250-szeresére növekszik. Elképzelhetetlen. Azt is mondják a mépempőre, hogy a hosszú élet elixire. Azt hiszem, ez már mindent kifejez. Különleges fehérje, tápanyag sűrítmény, a dolgozó méhek garatváladéka termelődik a virágpor emésztése közben, itt a garatban, és ezt adja át, a dajka méh átadja a királynőnek, illetve hát a fejlődésbe lévő egyedeknek. Új életre kelti a testet, egészséges csontozatot, ízületeket produkál. Korra nemre való tekintet nélkül mindenki használhatja.
Az a méppempő, amit én alkalmazok, az egészen más, mint amit általában szoktak használni az emberek. Szerencsére azért vannak itt Magyarországon is olyan méhészek, akik begyűjtik a garat váladékát a méheknek, de nagyon kell vigyázni, hiszen nagyon gyorsan megromlik, oxidálódik. A méhpempő tulajdonképpen ilyen opálosan fehér, pirinyót sárgás, ha már sárga, akkor az már oxidálódott. Az már nem tudja ezeket a dolgokat produkálni. A legtökéletesebb, ha a begyűjtés után pár órán belül, tényleg 2-3 órán belül liofilizálják, tudnék, ilyenkor kivonják ebből a pempőből, ebből a váladékból a nedvességtartalmat, és egy por lesz belőle. Ezt a port csak az ízesítés kedvéért tűnik szúrós szagú, és nem túl finom az íze, de ízesítik természetes mandula aromával, de természetes, mindig minden természetes, és egy kis édesítő anyaggal, mézzel. És abból csinálják a tablettát, ami már nem oxidálódik, és hát a szokásos 4 éves szavatosságát el fogja bírni, de nem szabad nedves helyre tenni. Tehát mindig zár dobozba kell tartani, hogy a nedvességet ne vonza be. A méhpempő érzékeny hőre, fényre, nedvességre, és az egészségügyi kutatások alapján csoda szernek használják, illetve mondják. Tudnélik, szinte az teljes vitamin ABC benne van, az A, B, C, D, E, H, K, P, különböző speciális zsírok, szőlőcukor, a teljes B-vitamin spektrum, sőt a B5, B6, B, 12 mellett az ásványi anyagok, a kálium, réz, vas, foszfor, kalcium, szilícium, kén. Ugye a kénből nagyon-nagyon sok kell a szervezetünknek, a második legtöbb anyag a szervezetünkben a kén. Akkor nyomelemek, mangán, nikkel, kobalt, protein, nagyon sok fehérje van benne. A 20 aminosav közül 8 a legnélkülözhetetlen 8 aminosav benne van, és a másodlagos aminosavak is benne találhatók. Nukleinsav, enzimek, hormonok, vitaminok találhatók benne. Ugye mondtam, hogy az 5% az még kutatás alatt van, és nem tudják még megmondani, hogy mi az. Ami a legfontosabb, az idegi, stresszoldó, agyalapi mirigyre ható tulajdonságok. A méhkirálynő olyan 15-20%-kal tovább él, mint az azonos petéből született méhek. Nem gyógyszer, de nagyon hatásos táplálékkiegészítő. Intenzív méregtelenítő, anyagcserejavító, agyi szklerózis, időskori betegségek, csodás ideg, depresszió, stressz javulásokat tapasztalunk. Fejfájás ellen, a menedzser betegségek ellen, alultápláltság, vitaminhiány, legyengült állapot, máj, epe, érzékenység esetén, vitaminhiány esetén, alvásjavító, alultápláltság esetén, műtét után különösen ajánlott, ideggyengeség, vérszegénység, reuma, tüdő, hajhullás, menopauza, női és férfi klimax, szív- és érrendszeri panaszok, gyomor, bélbántalmak, a szívesek kenyere, mondják a szívgyógyászok. Érelmeszesedés, bőrbetegségek, szövethiány, kiválasztási panaszok, impotencia, frigiditás, időskori gyengeség, nemi képtelenség fokozására alkalmas, spermatermelésre hat, tehát minőségi, javítja annak az állapotát, tehát a megtermékenyítés nagyobb százalékkal fog megtörténni, hogyha a nő és a férfi ilyenkor intenzíven használja ezt a fajta méhpempőt. Az érzelmi zavarok rendeződnek, a gyermekek szellemi fejlődésére nagyon jól hat, és a mozgékonyságukra is. Az alkohol, a dohányzás és egyéb függőségek esetén kiváló adjuváns anyag. És a rákellenes hatásáról már nem is beszélek, csak annyit, hogy akinek daganata van, ugye az Artemisia annua mellett a méhpempőt ajánlott, és nagyon jó tapasztalatok vannak, hogy együtt aztán tényleg nagyon jól működnek. Hát Tibor, köszönjük szépen! Ez valóban annyi jó tulajdonság, hogy ezt nekünk még megjegyezni nagyon is nehéz. Nagyon tömény, amit elmondtam, de én megkockáztatom azt, hogy ha valaki
nagyon akarja ezt a könyvet, nem adom oda senkinek, de ott nálam akár órákon keresztül olvashatja, de nem vihet el, mert csak ez egy példányom van. Köszönjük akkor még egyszer ezt a sok tudást, és bizony ezzel, kedves nézőink, önök is megpihenhetnek, nem kell tovább tanulniuk velünk, de remélem, hogy érzik, hogy ezt mint az önök egészsége érdekében mondjuk Tiborral. Mára véget ért az adásunk, aki úgy érzi, hogy szeretné az ismétléseket megtekinteni, annak van lehetősége csütörtök hajnalban 3:30-kor, majd csütörtökön kora délután 13:30-től is meg lehet nézni az adást, vagy várnak szombatig, és akkor 18 órától vetítjük a Tea Glóriával, vagy pedig vasárnap reggel 8:00-kor velünk ébrednek. Barangoljanak a honlapunkon, www.teaglóriával.hu, vagy a Facebook oldalunkon, ahova a műsor címét kell beírni a keresőbe. Van egy állandó telefonszámunk, ez így hangzik, 0620 9 340 330. Ezt reggel 9-től este 9-ig lehet hívni. Nagyon szépen kérem, csak az én műsorommal kapcsolatban, semmi másról nem tudok felvilágosítást adni. Erről viszont nagyon szívesen. Kívánok önöknek nagyon szép hetet. Talán most már az idő is kegyes lesz velünk, és kérjük Tiborral együtt, ahogy mi ezt szoktuk, hogy éljenek egészségesen.